Jó napot kívánok, hölgyem és uraim! Ez itt a Hollywood hírügynökség, és beszéljünk egy kicsit arról, hogy az élet értelme a halál. Amióta nem hiszek a túlvilágban, a halál gondolata meg a morbid mód motiváló erővel tölti tele az életem. Ha elfogadjuk, hogy mi, mint létezés, egy pontján a jövőnek egyszerűen csak abba hagyjuk a tapasztalást, az addig tartó időintervallumot sokkal magabiztosabban tudjuk magára a tapasztalásra fókuszálni. Én magam ez alapján fejezetekre bontom az életem, mint egy nagyon szórakoztató, fárasztóan kiszámíthatatlan és végtelenül szexi novella. Ebbe így belefér a pályaváltás, az önfókusz, akár a gyerekvállalás és ezer másik élmény is, mert a lényeg nem egy teljes életet átölelő terv megvalósításán alapul, hanem a tapasztaláson. Legyen az jó vagy rossz fájó vagy felemelő a tapasztalatokkal teli élet, egy értékes élet legalábbis számomra. A halál fogalma ijesztő, mert a gondolat, hogy semmi felfoghatatlan a mindenünknek. Mégis én megnyugvást találok ebben a keretben, mert így van értelme igazán a két pont közti tartalomra fókuszálni. Na most, hogy miért beszél erről egy random Schwab titán egy szerda estei YouTube videóban? Mert az meg pontosan erről a még gondolatról szól egy ősöreg franchise második részének mellékkarakterének spin-off sorozatának folytatása. A csizmás kandúr 2 az utolsó kívánság. Beszéljünk is róla, jöjjön! A történet szerint R. Jordan Garfield vidáman éli öncélú életét, azonban egy baleset nyomán megtudja, hogy ez az élete az utolsó élete a kilencből, ami a macskáknak megadhatik. Mindettől bepánikolván nekivág a világnak, hogy felleljen egy mágikus lehullott csillagot, ami egy kívánságát teljesíteni tudja. Míg ő azt tervezi, hogy újabb kilenc életet kér majd magának, a kalandja során ráébred, hogy az ebből fakadóan végtelennek érződő létezésében Eddig hiányzott a cél, a felelősség és a lényeglátás. Emiatt pedig nem újabb végtelenségre van szüksége, hanem egy életértékelő attitűdre. Ez a beismerés azonban lehet már túl későn alakult ki benne, mert a halál folyamatosan a nyomában jár. Ez egy film egy cicával a főszerepben. Oké, okay, szóval a Puss in Boots 2 a cselekményét tekintve egy történet ötvözet, mely keveri a klasszikus tündérmesék kihívás történetét a jelen tudatosság elsajátításának vallásos megtérés történetével. Cica! Fucking hihetetlen. Csizmás kandúr szembesül a halálának a közeledésével, ami pánikbeteggé teszi, és emiatt elvonul a világ elől. Bújdosása közben megismeri a hullott csillag legendáját, és ezért egy szó szerint mesés expedícióra indul, hogy csodás kalandok közepette kikérje a kívánságát. Ez a része a történetnek a klasszikus tündérmesék modelljét követi. Vannak mágikus legendák, természet feletti segítők, feltérképezetlen vidékek, ez egy tradicionális kihívás történet, viszont ennek a végén nem nem a hétfejű sárkány várja a főhőst, hanem a halál, ami behozza a történet másik oldalát egy kvázi szentbeszédszerű, jelentudatossági Zsoltárt. Itt Csizmás Kandúr megtanulja, hogy a halál, mint sors, elkerülhetetlen, és ez alapján a jelenben tudjuk csak igazán megvalósítani a macskai élet értékét. Na most ezt a részt egy összfilozófiai vallás gulyás történetelemeivel tálalják, mert egyrészt a halál, mint egy csukjás, kasszás entitás egyértelműen a középkori kereszténységre utal, viszont a jelentudatosság, mint lét igenlő érték, a keleti vallásokban, specifikusan a buddhizmusban és a hinduizmusban gyökerező gondolat. Rádobjuk az egészre, hogy az angol azt mondja, hogy don't fear the reaper, a magyar viszont azt mondja, hogy ne féljünk a farkastól, és meg is találtuk benne a magyarságot, úgyhogy teljes a kép. Ez egy rettenetesen rétegelt, de mégis összeszedett és stabil fű narratív szára felfűzött filozófikus mesefilm, felnőtteknek. Be, hogy a gyerekek ebből mit fognak föl, azt nem tudom, de nem is igazán érdekel. A készítőket érdekelte szerintem abszolút, illetve amikor érdekelte őket, az nem ment jól. Ahhoz pedig, hogy ezt kifejtsem, lépjünk tovább a karakterekre. A főszereplőnk Csizmás Kandúr, akit mindenki narcisztikusnak titulál, de ha egészen pontosan akarunk fogalmazni, ő egy egocentrikus nihilista. Ez egyrészt azért érdekes, mert én nem tudtam, hogy Logan Paul spanyol akcentussal beszél, másrészt pedig azért, mert ritkán látni ilyen komplex jellemrendszert animációban. Az előbb említett fogalmat megmagyarázván, Kandúr olyan szinten csak és kizárólag magával van elfoglalva, hogy a külvilág csak akkor tud bejönni a látóterébe, amikor vele foglalkozik. A belvilági lényeg olyan szinten maximális, hogy a külvilági lényeg elhanyagolható a minimális. A történet során persze rengeteget fejlődik, mint személyiség, és nem csak a halál gondolatával szó szerint birkózik meg, amint rájön, hogy nem csak ő a lényeg, elfogadja, hogy minden más nem lényegtelen. Nem fogom többet hangoztatni, de elképesztő élmény egy ilyen komplex filozófiai kérdéseket feszegető karaktert egy macska alakjába öntve látni. Most képzétek el, hogy milyen fura élmény lenne, hogyha egy random YouTube böngészés közben szembe jönne veletek, a Hollywood hírügynökség prezentálja Sapkás Nulli legendája. Mint egy rendszer, egy eszköz és egy ipari szerveződés, a kapitalizmus előretörését a 19. századi Angliában kell keresnünk. Az egyedinek mondható elemei, ellentétben a gyakorta vélt feltételezésekkel, nem a perifériára szorított munkásosztály, a kevés csoportosuló tőke, vagy a tömeggyártás Monoton munkája. Nagyon jó főszerep ez, és a mellékkarakterek se kutyák. Kivéve az egyik. Két társa van Kandúrnak a bajban, a kutya és a puha Állítsuk meg a magyar nyelvet! Szóval a kutya, meg a macska. Az ő történetük roppant érdekes, mert mind a két karakter azt akarja kivenni a csillagtól, hogy jöjjön rendbe a szociális életük. A kutya egy terápiás segítő akar lenni, tehát ő egy társa akar lenni valakinek, a macska pedig egy közeli barátot szeretne szerezni, tehát ő egy társat akar magának. Ez látszólag a két szemben álló felfogása a szociális életnek, de a film nagyon okosan nem ítélkezik a döntések fölött. Pusztán azt hangsúlyozza ki, hogy az élvezetes élethez nem vagyunk elegek. Egyedül mindenképp kellenek mellénk mások is. Akár azért, hogy támaszkodhassunk rájuk, akár azért, hogy ők támaszkodhassanak ránk. Mind a kettő egy jó érzés. Teljesen jó üzenet, ami az öncélú magánnyal szemben a társas élet értékét élteti. A modern világban szerintem sok embernek szüksége lehet erre a tanulságra. Viszont a film fő ellensége az igazi mágia ebben az alkotásban. Ő a fejvadász, akiről meglepetésszerűen kiderül, hogy maga a halál. Na most egyrészt a design, a szinkron, az animáció, a szemek, a fütyörészés, ez egy ikonikus státuszra számít Bámulatosan potens és élvezetes ellenség már látványában is. Viszont a személyisége és a specifikus motivációja miatt lesz igazán félelmetes ellenség. Ugyanis a halál nem azért üldözi csizmást, mert valami vele járó kegyetlenség nyomán cselekszik. A halál azért üldözi kandúrt, mert megvarrás sértődve. Amikor először találkozunk a karakterrel, egy higgadt, fütyörésző, már már morbid mód megnyugtató entitásként is tekinthetnénk rá, mint ahogy sok más irodalmi megvalósításában így is. Ezt azonban szinte azonnal leveti magáról, egy vérszomjas vérfarkassá változik, borzalmas, agresszív és rettentően rettentő lény lesz, pusztán azért, mert megvan van sértődve. A főszereplőnk pedig ezt a sértődést azzal idézte elő, hogy szó szerint füttyöt hány a halára. Szerint. És hogy miért baj ez neki? Nos, azért, mert ez az attitűd megfosztja őt a létezés lehetőségétől. A halál, mint gondolat számára elengedhetetlen alaplényeg, hogy tiszteljük, hogy féljük, hogy gondoljunk rá, mert csak ez alapján tud létezni a való életben. Ja, a halál csak akkor van jelen az élők életében, amikor becsatoljuk a biztonsági jövet, amikor elhagyjuk az asszonyverőt, amikor nem öleljük keblünkre a koalát. Így viszont a főszereplőnk a szarok bele attitűdjével, a tiszteletlen félelemmentességével, a szó szerint halál megvető bátorságával kvázi meggátolja a halált, hogy jelen legyen. Mert a halál csak akkor él, ha félünk tőle. És ezért hisztizik a fejvadászunk úgy, mint egy fába szorult farkas, és emiatt lesz igazán félelmetes a karaktere. Mert persze, hogy a halál alapjáraton egy ilyen borzasztóan ijesztő, sejtemes és kétségtelenül omnipotens karakter. De itt a halál specifikusan egy életre van megsértődve, és ez nagyon durva. 10 percet szerepel az egész filmben, és mind a 10 perc ikonikus. Na most két másik ellenfél van még ebben a filmben, és itt már problémásabb a helyzet. Jack Horner csak úgy gonosz, semmi más nincs a motivációjában, saját bevallása szerint ő csak úgy szimplán hataloméhes, és ennyi. Oh, oh, what took you so long, idiot? Nem túl érdekes ellenfél, de tök pihentető, hogy nem kell megértenünk, és átlátnunk a szívét és a lelkét, csak úgy tudjuk utálni. Középszerűségében sikeres. Viszont a harmadik ellenfél. Aranyfürtöcske. Állítsuk meg. Aki a medvéken túl egy új családot akar magának, de a film végén rájön, hogy a medvék bőven elég család és igazából őket szereti, bla 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 bla. Őket csak is kizárólag azért írták bele ebbe a filmbe, hogy a négy éves kisgyerekek is felfoghassanak valamit a fent feszegetett filozófiai tartalmon túl. És értem, a gyerekeknek is kell valami, de szerintem nem kell nekik semmi. Fuck them kids! Annyira jó felnőtt témákkal foglalkozik ez a film, hogy az aranyfürtöcske bárgyú narratív szála teljes mértékben leesik a film többi részéről, szerintem fájóan szükségtelen és végérvényesen lényegtelen. Viszont ennyi, mert lezárásként már csak az animációt lehet megemlíteni, ami gyönyörű. A film gyakran ugrál 3D és 2D animációs stílusok között, az akció jelenetekben alacsony framerate használ az izgalom vizuális fokozása érdekében, és amíg nem tudod, hogy ezt honnan vették, az Into the Spider-Verse-ből vették, ami a modern nyugati világ legjobb animációs terméke. Fight me. Itt egy kicsit kevésbé organikusan adaptálták ezt a fajta animációs stílusváltogatást, de így is nem csak a lelki szemnek, hanem a szemnek is nagyon kellemes élmény ez a film. És ennyi, mert mindent összefoglalván ez a film, ahogyan ez a kritika is, egy kicsit talán túl okos magának, is ezért néha nehezen követhető. Viszont még ez önmagában is érték, a narratív szerkesztés és a céltudatos karaktervezetés olyan csodálatos feszességgel látja el ezeket a gondolatokat, hogy az garantáltan mindenkiben maradandó nyomot hagy. Ez egy animációs film, amiben az animációt csak legutolsó pozitívumként dobtam bele. Ennyire jó. Tudom ajánlani, nézd meg. És ennyi volt a hírügynökség. Én Szirmai Gergely voltam. Nem sokára újra találkozunk. Szevasztok!